Az NBA-ben vagy a kosárlabdában nyilvánvalóan azért nehéz a sportág részének nevezni a verekedést. Az ökölvívás jégkorongban azért sokkal inkább elő szoktak fordulni ilyen jellegű dolgok, és hát volt olyan játékos, kifejezetten ugye egyébként is voltak olyan játékosok korábban, akiknek ez a specialitásuk volt, és volt Magyarországon is olyan játékos, aki hozta magával mondjuk Észak-Amerikából az ilyen jellegű élményeit és tapasztalatát. Frank Kovácsról van szó, aki aztán ugye a magyar válogatottban is játszott, Bill mellett is, sokáig Fehérváron is. Vele beszélgettünk egy kicsit erről a témakörről is. What happened with you since you left Hungary? When I left Hungary, it kind of happened because I just was getting too sore. My body was getting too sore and I really wanted to keep on playing, but I had to think about my future. And my future was trying to become a police officer here in Regina, where I'm born and raised. I coached with the Regina Pack Canadians for 2 years. And then from that, I just kind of ended hockey until I had my own children. I have 2 girls, a 10-year-old and 8-year-old now, Chloe and Aubrey. And I do coach their hockey. So I'm heavily involved with their hockey careers. It's amazing when I came back to be a police officer, how many people still remember me as Regina Pack. So I'd be on the streets as a police officer and people would say, hey, that's Frank Kovacs. And everywhere I'd go, people would know me. And I'm amazed by that. But people, like in Hungary, love hockey. And like here in Regina, they love the Regina Pats. So once you're Regina Pats, they don't forget you. How did you get to Hungary and what was your first impression? And then that summer, Csaba Gábor from Székesfehérvár called me and said, would you like to play hockey in Hungary? And that was the first time I ever heard of hockey in Hungary. I was like, there's hockey in Hungary? And he told me about it and he said, I would love for you to come try it and blah, blah, blah. And we talked and we worked out a deal. And I was very, very happy I did that because, again, like I told you, one of the best times of my life was playing hockey in Hungary. Well, so when I came to Hungary in Volán and Székesfehérvár, to be honest, it was like, oh, it's okay. It's a hockey rink and it was nice. And through my years there, my 4 years there, they did some renovations and made it look very nice. But no, the fans made that rink absolutely perfect for me. They were there, they supported our team with all their heart. And I tell you what, the players felt it. I think the fans felt it back from the players and we were a good family. It seemed okay, but the dressing room, wow, was it different. So coming from professional hockey in North America, we have the dressing room nice and clean. There's a lot of respect. You have your name on top of your stall. The equipment's in perfect order. Nothing's on the floor. When I walked into our dressing room, there was black flies everywhere. The equipment was all over the floor. Nothing was hung up the same. It was, and there's dirty underwear on the top of the pipes. I was like, this is different. So I remember coming in on my day off and I took it upon myself to make all the player stalls the same. I hung the pants the right way and the chin pads and the shoulder pads was all in order. I put the skates up on the hooks. I got their names on the stall and I put all their hockey bags under. I made it nice and neat, like it should be. So the guys would start respecting their dressing room. And I remember the guys came back on a Tuesday after a day off and they're like, what's going on here? This isn't right. So they took their stuff down. They put it back where it was. Change is tough, right? It's hard to change, right? On your first game, you played against the big rival, Dunafer. Then you became a member of the national team. The first game I played, I wanted to make a statement that we are going to play these guys tough. We're going to win every game. And I wanted to put the fear of God into them that every time they touch pucks, they're going to get hit hard and that we're going to come after them all the time, all over the ice. Well, first off, it was such an honor for me to be a part of that team. I was very fortunate that my dad was born and raised in Hungary, in Zalaegerszeg, and just to be a part of the national team was an honor, and I'll never forget that. Great experience. And again, that's where I told you I got to meet players from Dunafer and from Budapest, and we just all became a family. And I did my first year there in the national team. I did see a lot of resentment from the Volán players towards Dunafer players. But here's me in the middle going, I liked everyone. How did you become enforcer from scoring wing? I think every player, at least I think so, every player has a role model who they look up to. And back when I was a young boy, a young man, I looked up to players like Wendell Clark. He played for the Toronto Maple Leafs and Cam Neely. These guys were, in my opinion, the all-around ultimate hockey players. They hit hard, they scored, they fought,
They did everything that a hockey player should do. And that's the way I wanted to do it. What do you think about today's hockey? It's a very different game from when I played. Like, holy smokes, it's faster maybe. Maybe more skilled. I'm not sure. But back when I played, there were some fantastic hockey players. Like, I played against guys like Joe Sakic and Theron Fleury, and the list goes on. Like, a lot of phenomenal hockey players. So the skill was there too when I played, like very highly skilled players, but it was way tougher. For you to score a goal, you have to go through a lot of adversity. You have to go through a lot of hooks and holds and punches and body checks. And the referees didn't call that much stuff back then. But this day and age, the hockey seems to be very, a lot softer. Like, the referees call a lot of more penalties. Are you in contact with anyone from Hungary still? How do you remember about Bill? I am. I talk to Bence Svoznik at times a lot. And I talk to Emesha Peter, your friend as well. We talk. I connect with her again. And then through that, we just talk about the old stories and stuff and have a lot of laughs. Honestly, Balázs Kandiol was a great teammate, a great captain. My memory of Bill was just, he was there for all of us all the time. He was always relaxed. He didn't get too stressed out. He had a lot of experience. He had a lot of years in the game over there. And by him being that way helped me just kind of go, okay, we got this. And I think that persona of how he was resonated through the whole team. We all just kind of relaxed and just did our job. Fizeti ezért? Vagy ezt mondja róla? Belét kihúztam első edzésre. De nem, tudnánk játszani az utolsó mondatot, azt fönt hagyta el. Tehát, relaxed, and he was an asshole. Csak azt levágtam, Maruska. Na, hogy volt ez, Bill? Mármint szóval a... az első edzésen kihúztad belőle a... Nem, mert egy érdekes sztori volt ő, mert ugye onnan jött Angliából, ha jól emlékszem, egy ilyen tough guy volt. Akkoriban még voltak ilyen tough guy-ok, hogy tényleg ez a Wendell Clark vonal, hogy jól is hokizom, de tudod, belállok mindenkiben. Próbálta itt is az elején, tudod, csak hát állnak, kiállították, tudod, hogy mi van, valakit megrángatom, meg kiállították, és azt mondta, hogy ez most micsoda, hát még meg se ütöttem. És volt olyan, hogy nem tudom, egy Duna Fair meccsen, ugye annyira kedvelte Duna Fair játékosokat, mint ahogy mondtad, de neki ment az egész padnak. És akkor ott valaki kapott két pofont, akkor ott eleredt a málna az orrából, akkor még ott volt valami kis ilyen trestol, és utána felszólították, hogy a válogatott, miért bocsánatot kellett kérni, sose felejtem el, hogy bocsánatot kért a mi öltözőnkbe tőlünk, hogy ott valakit, nem tudom, szájba vágott. Holott az egész élet erről szólt, hogy az ellenfél szájba kell vágni valakit. Akkor utána jött egy fantasztikus szlovák edzőnk volt, és mondjuk lehetett látni, hogy azért úgy 190 környéke volt, és 105-8 kiló, és akkor mondta neki a szlovák edző, neked 100 kilónak kell lenned. És akkor mondta, de 108 kiló voltam mindig, és az a jó, hogy erősebb vagyok, és nagyon meg... És nem, neked a 100 a jó. De akkoriban de a zsírszázalék az ilyen 2 volt nála, vagy 3. És elkezdett fogyókúrázni. Akkor gondoltad, hogy akkor a sebesség az ide visszaesett, és minden hétfőn méregette a Jáskó. Na, bocs, hogy elmondta a nevét. És akkor méregette, Tuloknak hívta. És akkor méregette, és akkor lement, tudod, 99,9, óriási ováció az öltözőbe, mondtad, hogy hogy kell csalni a mérlegen, mutatod neki, hogy fogja a falat, tudod, közben. Emelj a lábát, igen, kicsit, akkor volt, aki mögé állt, az, és emelte, tudom. A szegély Frankinek meg legyen a 100. És sose feltem, hogy az igazi junk food dobták a Tesco-ba, utána az ilyen croissant-okat, tudod, meg a, tudod, 7 napig friss, emlékeztek arra, nem tudom, csokoládével. És akkor láttam, hogy mérlegelés, készültünk edzésre, és tudod, látom, hogy 4-esével tömmi a magam. Tehát 108 volt 17 perc múlva. És akkor mondtam az edzőnek, lehet, hogy neki a 108 jó, mert csak mindig 7-ve reggel 8-ra, 99, rámegy a teljesítménye, meg... Mondjuk negyed annyi gólt lő, de hát nem lehet, hogy 108? És mondta, ne, neki a 100 a jó. Ja, neked meg különben a 92. Én meg voltam 100, szóval, ha már beszélünk róla, szóval... És de... egy nagyon fontos gondolat volt azért ott, ami elhagyta a Frank száját azzal kapcsolatban, mennyire voltak keményebbek mondjuk a régi játékosok és a maiak, te ezt hogy látod? Hát, tök igaza van, de az egész hoki megváltozott. Elment, az egész sport elment ebbe az irányba, főleg
most nem akarok rákötni az NFL-re, meg, de az a sok agyrázkódás, a sérülések, a maradandó károsodás, annyi beleszőtték, hogy a bírókat egyszer rávezették arra, hogy mindenre kiállítást kell fújni. Most már ráadásul büntetik is pénzbe, hogyha valaki harmadik harmadba bunyót kezdeményez. Régen ez volt a megszokott, a bevált, hogy az edző egy mögéd ment, és akkor megütögették a vállalatot, azt mondták, hogy ez a 24-es, most már az elképzelhetetlen a lottó gyerekiba, hogy menned kell. És hogy egyáltalán jó volt így őt így látni, és ugye említette is Emesét, Péteres Emesét, hogy aki ismeri a magyar jégkorongot, tudja, hogy ő mennyire sokat foglalkozott azokkal a játékosokkal, akik kívülről jöttek, és a mai napig tartja a kapcsolatot, és mindig úgy ráír valakire, és ő tényleg mégis a hokinak pont ebből láttam a lábait, 18 Achilles műtét, térdműtétek tömkeleget, tehát már így ment szerencsétlen tényleg haza, hogy utána tudod, az, hogy rendőr legyél valahol, ahhoz egy ilyen előélet az óriási plusz, hogy te egy tough guy voltál hokiban, megvan határozva, hogy mekkorának kell lenned, milyen kiló, milyen sport, és akkor mehetsz ilyen kempre, hogy rendőré váljál. És ő meg mondom, először nem csak azzal szembesült, hogy mi van az öltözőbe, hanem az, hogy egyáltalán hogy itt ez a hoki, amit ti játszatok, hát azért messze van ettől. Most pedig ez maradt. És így már Észak-Amerikában is a sportoknál ez az igazi tough, főleg a hokiba az sajnos kikopott.